Mai adásunk tartalmából asztali tenisz, röplabda, kézilabda és foci. A TAC asztali tenisz szakosztálya az elmúlt bajnoki évben több csapattal is részt vett a nemzeti bajnokság harmadosztályában. Emellett hosszú évtizedek után elindították az utánpótlás nevelést, a fiatalok bevonását a sportágba. Az örökifjú Takács Jenő és a Tatabányáról átigazolt nevelőedző Bánfalvi Péter alázatos igényes szakmai munkájának köszönhetően a fiatalok megérezték a tanulás mellett a siker ízét is. Augusztus elején kezdtük el a munkát, sokan még nyaralnak. Az elsősök közül kiválasztott 16 gyerek jól halad. Végül is úgy van, hogy felét 8 gyereket felviszünk a versenyzők közé, a másik 8 meg az újabb 16 kiválaszthoz kerül, tehát senkit nem küldünk el, mindenki tovább folytathatja, és meglátjuk, hogy hogy fognak fejlődni. Mennyi időt foglalkoztok velük egy mondjuk hetente? Heti 4 alkalommal van edzés, délután 5 órától 7 óráig. Ez még untig elég nekik, mert még így is elég elfáradnak a végére. Ebben a korban még azért eléggé kitartónak kell lennük, hogy ezt végig tudják csinálni. Hogyan rakod össze mondjuk a heti programod ezeknek a pici gyerekeknek most ilyen nyári időszakban? Hát most úgy, hogy nem nagyon hajtom őket, az első lépés. Hát a nagy melegben az nem lehet olyan munkát végezhetni velük, mint amikor normális atmoszférom a terembe. Az igazság az, hogy alap gyakorlatok vannak, labdabiztonságot próbáljuk mindenképpen velük megszerettetni, hogy minden labdára rámenjenek, visszaadják. A komolyabb technikai munka majd valamikor ősszel kezdődik. Mennyi idő után lehet elmondani azt, hogy már látod valamelyiken a tehetséget, látod valamelyiken azt, hogy ele érdemesebb külön is foglalkozni? Ez egy érdekes kérdés. Van, aki azonnal látszik, van, aki meg később jön ki. Ráadásul van olyan is, hogy ha valaki tehetséges, általában nem kitartó. Aztán vannak olyan srácok, akik nem annyira tehetségesek, nem annyira ügyesek, a labdaérzékük nem olyan kiváló, viszont nagyon szívósak és kitartóak, erre is van példa. Tehát mindig inkább az eredményességet kell figyelni, hogy tud a gyerek önmagához képes szerepelni. Mennyire fontos az eredményesség ebben a picikorban, amikor tanulják az ütésfajtákat, akár a védekezést, akár a támadást, akár a tenyeres, akár a fonák. Már elkezdtük játszani velük a mérkőzéseket, van, aki persze nem akar, ugye a félős ebben az kerüli. Általában edzésnek a utolsó részében vannak ilyen felmérő mérkőzések egyénibe, városba. Van, aki nagyon szereti, alig várja, már követeli, hogy mikor játszunk. Van, aki meg nem akar játszani, inkább hisztizik meg bők, hát az életben mindig így van mások is. Hogyan lehet ezeket kezdeni? Melyik a jobb helyzet? A jobb helyzet az, amikor nem nekem kell igazából hajtani a gyereket, vagy nem nekem kell ösztönöznöm, hanem van belső motivációja. Hát ez ritka dolog, de az nagy szerencse, hogyha van ilyen gyerek a sportban, mert igazából nekem csak irányítani kell, hogy az ő útját megtalálja. Amikor valakivel kiabálni kell, veszekedni kell, állandóan hajtani kell, az nem jó dolog. Milyen anyaggal dolgozol, mennyien vannak itt most a 8 gyereken kívül? Mint a Szabók hozott anyagból. Általában mivel azt tudtuk ki őket, ugye gyakorlatilag akiben láttunk fantáziát mozgásba, tehetségbe, labdaérzékelésbe, gyorsaságba, reflexekbe, emberi tartásba, ezeket választottuk ki. Azt nem mondom, hogy tökéletes választások voltak, lehet, hogy egy vagy két gyereket ott hagytunk, sőt voltak, akik ugye lemondták, mert végig csak fel volt ajánlva, hogy ide jöhetnek. És az a 16 szülő vállalta, hogy idehozza a gyereket, volt néhány, aki elment focizni, kézilabdázni, hát nem akar mindenki pingpongozni. Van-e már olyan bajnoki kiírás, ahol ezek a gyerekek versenyhelyzetben is megmutathatják, hogy mit tudnak? Még nem, ugye ezek nagyon picikék, elsősök voltak, most 7 évesek múltak. Igazából olyan 8-9 éves korban, amikor már megvan a tapasztalatuk a versenyzésben, akkor lehet őket kivinni. Tehát addig kivinni őket versenyre igazából nem lehet, hogy meg nem érnek rá. Tehát elbírják viselni a hibákat, elbírják viselni a vereségeket, és tudnak örülni a győzelemnek. Az legalább egy 2 év. 2 év kell ahhoz, hogy megszokják azt, hogy milyen egy versenysport. A szülők segítik-e a munkádat, belebeszélnek-e a munkába, akarnak-e irányítani, hogyan kezeled a ilyen szitukat, mert a kisgyerekeknél ez óhatatlan. Jó, hát minden szülő más, legfontosabb a gyereke persze, miért nem ő a legjobb, miért nem ő kapja a legjobb munkát, így szokott ez lenni. Vannak, akik egészen segítőkészek, tényleg mindent megtesznek, aztán van, aki csak ránk bízza végül is.
Igazából a szülőnek az igazi segítsége talán inkább a gyereknek a lehetőségeinek a biztosítása, hogy idejöhessen, versenyre mehessen majd, mindig pontosan tudjon a dolgokkal foglalkozni, ne legyen nagyon fáradt. Tehát igazából a szülő talán a támogatását tudja adni inkább. A technikai része vagy a sportágnak a szeretet az legyen inkább a mi részünk. Mennyire sikerült a kiválasztás a gyerekek között? Én úgy gondolom, hogy jól sikerült. Tehát úgy gondolom, hogy nem azért dicsérjük magunkat, de szerintem jól sikerült a kiválasztás. 16 gyerekből, kapásból olyan 6-7 gyerekre azt mondom, hogy nagyon ügyesek, tehát tényleg nagyon érdemes velük foglalkozni. A többi se ügyetlen, ez nem azt jelenti, egy kicsit több munkával, több szorgalommal, ők is utolérik a többieket. Mennyi önbizalmuk van a gyerekeknek? Van-e egy-egy sikeres ütés után, poén után, vagy egy siketen után elmegyekedők? Mi jellemző rájuk? Mennyire tudják a helyzeteket feldolgozni? Itt van nekünk nagy felelősségünk, tehát itt kell nagyon megdicsérni a gyereket, ha éppen jól csinálja. Nagyon tudnak örülni egy-egy ilyen poénnak, tehát most már ott tartunk, hogy fölismerik azt, hogy hú, ez egy nehéz megoldás volt, és meg tudtam csinálni, és örül az edző velem együtt, és szóval maximálisan tudnak örülni. Most már fölismerik azt, hogy mi nehéz, vagy mi az, amit muszáj most már megcsinálni. Mennyire kezelhetők ezek a gyerekek? Szerintem semmi gond nincs velük, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy tavaly novemberben, amikor elkezdtük, volt egy-két olyan gyerek, akivel hát vakaróztunk, hogy úristen, és nagyon sokat javultak. Én azt mondom, hogy kivétel nélkül mindegyik kezelhető, és nagyon sokat változtak ezen a téren is, én úgy gondolom. Mikor jönnek el azok a hetek, hónapok, amikor már igazi éles versenyben is megmutathatják, hogy mit tanultak? Hát a versenynaptárt meg kell nézni, tehát nyilván olyan versenyen kell elindítani őket, ami a saját korosztályuk, a saját tudásuknak megfelelő verseny. Én azt mondom, hogy 2-3 gyerek már mindenképpen kellene, hogy legyenek olyan versenyek, hogy el kell indulni. Kell nekik az, hogy a megmérettetés, hogy megtanulják azt, hogy most megmérettetés van, ezt hogy kezelik, nekünk is fontos, hogy lássuk, hogy pszichésen, hogy tudják fölfogni. Tehát én merem remélni, hogy lesznek ilyen versenyek. A szakosztályban folyó szakmai munkát Lukács Csaba szakosztály elnök fogja össze, szakértelme aktivitása, kapcsolatrendszere garancia a sikeres szereplésre. A tavalyi évvel kapcsolatban, amit terveztünk, azt nagyjából elvégeztük. A felnőtt csapatok tekintetében azok a helyezések, amik az NB3-ban és a megyei bajnokságban végül is megszülettek, azok reális eredmények voltak. Az NB3-ban feljutó helyen végzett végül is a legjobb csapatunk, ugye másodikok lettek, elvileg jogot szereztek arra, hogy NB2-ben induljanak, nem fogunk elindulni idén NB2-ben, ennek elsősorban szakmai és nem anyagi okai vannak, nincs olyan játékos állományunk, saját nevelésű játékos állományunk, akivel reális cél lenne a bennmaradás, és azt gondoljuk, hogy nem szívesen adnánk azért pénzt, hogy valaki pénzért pingpongozzon a Tatai AC-ben. Ezért azt az erőforrást, vagy azokat az erőforrásokat, amik a rendelkezésünkre állnak, azokat a gyerekek képzésére kívánjuk idén is fordítani. Ez azt jelenti, hogy tovább szeretnénk vinni mindazokat a programokat, amelyek a Tatai utánpótlást tavaly is jellemezték. Egyrészt a már versenyző gyerekeket, Adamik Csengét, vagy Adamik Zsombort, Lentulai Bencét, Katona Mátét tovább szeretnénk ranglista versenyeken szerepeltetni. Különösen a két Adamik testvér az, aki már nagyon komoly menedzselést igényel, nemzetközi szinten is megmutatkoztak már tavaly az első eredmények. Idén is ez a feladatunk, éppen Csengével 2-3 hét múlva Franciaországban fogunk versenyezni egy nagyon komoly európai utánpótlás versenyen, de a többieknek is nagyon hamar itt van az első ranglista verseny. A felnőtt csapatok tovább fognak versenyezni, egy NB3-as, két megyei első osztályú csapatunk lesz. Tehát folyik a munka, azt gondolom, hogy idén sem lesz kevesebb a munka. Remélem, hogy mind az edzői gárda, mind pedig a játékos állomány elég lesz ahhoz, hogy a tavalyi szintet tartani tudjuk. Mennyire erősödött meg a szakosztály, akár a létszámot tekint, akár a minőséget? Azt gondolom, hogy elsősorban minőségi erősödésről beszélhetek. Vannak olyan játékosok, akik például Magai Róma is más klubban folytatja majd. Jó játékosok idézőjelben hagyták el az egyesületet, de minőségben mindenféleképpen utánpótlásban a tavaly elvégzett munkának köszönhetően is erősebbek vagyunk. Nagyon komoly célokat tűzünk ki a gyerekek elé,
elsősorban utánpótlás szakosztályként definiálnám a tatai arcélasztali tenisz szakosztályát, és erre próbáljuk az összes energiánk jelentős részét fordítani. Mikor kezdődik a bajnoki szezon? A bajnoki szezon ugye az utánpótlás korúaknál augusztus 26-án megkezdődik egy budapesti első osztályú ranglista versennyel, tehát gyakorlatilag augusztus vége már számukra egy nagyon fontos indulóállomás lesz. Egy nemzetközi, az előbb említettem, egy nemzetközi versennyel folytatjuk augusztus 28-ától 30-áig Strasbourg mellett Franciaországban, de szeptember első hetében, szeptember 5-i hétvégén már az NB3-as csapatunk is asztalhoz fog állni, és egy nagyon komoly versennyel, szerencsére most már hagyományosan az Ötvös Gimnázium termében fogadjuk az országos szenior mezőnyt, itt körülbelül 100 versenyző jelenik meg, és ez egy nagyon komoly szervezési feladatot is ró a szakosztályra, tehát szeptember elején belekezdünk a munkába. A TAC szakosztályai között az egyik legfiatalabb a 2 évvel ezelőtt életre hívott női röplabda szakosztály. A teljesen új alapokkal induló röplabdázók kellő előkészítés után kezdték a munkát. Tálosné Rozsinszki Rita, a szakosztály vezetője, maga is kiváló röpis hírében állt, indította el gondolati szinten a szakosztály létrehozását, ami nyitott fülekre és szemekre talált a TAC vezetésénél. Megkezdtük augusztus elején a munkát, egy edzőtáborral kezdtünk a 13-14-15 évesekkel, napi 2 edzenek, most nagyon keményen dolgoznak a lányok. Az előző évad, szezon hogyan zárult, milyen eredményességgel, hol jutottatok el? Ezzel a gyermekcsapattal az országos gyermekbajnokságba indultunk, ahol a 23. helyet szereztük meg a 25 indulóból, ami egyáltalán nem baj, hiszen nem az eredmény volt a cél, hanem hogy megismerkedjenek a játékkal, a versenyzéssel, tapasztalatot szerezzenek. Még nagyon-nagyon kezdők voltak a többi csapathoz képest, de most úgy gondolom, hogy ezzel a munkával, amit beléjük fektettünk, és amit elkezdtünk most augusztusban, ezzel reményeink szerint azért most már várhatunk eredményt is, és jó eredményt a következő szezonba. Azok a tornák, amik például a Kogár a Vaszariban zajlottak, azok mennyire segítették a gyakorlati munkát és a későbbi edzés munkát? Azok a tornák az amatőr sportolóknak szóltak, ezek a lányok, ezek a 13-14-15 évesek, ők le vannak igazolva, a többiek nincsenek, és ezek a vaszaris tornák, ezek nekik szóltak, hogy játék lehetőséget biztosítsunk, ők is tapasztalatot szerezzenek, és ezáltal egy kicsit jobban később beépülhessenek ebbe a csapatba. Lesz-e változás a korosztályokban, lesz-e még plusz korosztály esetleg, vagy ne találtan egy idősebb korosztály, és összejött már? Ezen még gondolkodunk. Van 4 serdülőkorú játékosunk, és gondolkodunk rajta, hogy hol induljunk ezekkel a játékosokkal, kibővítve a gyermekkorosztályokkal. Lehet, hogy elindítunk egy serdülő csapatot, de az is lehet, hogy csak kupákon fogunk részt venni, hogy játékot biztosítsunk nekik, mert ők még nagyon kevesen vannak. Ez még 1-2 hét múlva fog eldőlni. Ezen kívül vannak a kisebbek, főleg a 9-10-11 éveseink, akiket versenyeztetni fogunk. Ugyanígy egyszer ebben az amatőr rendszerben, de májusban van egy országos mini, szuper mini kupa, amin részt fogunk majd venni. Egyébként ők jövő héten kezdik a táborozást, a legkisebbek, őket is nagyon várjuk már. Ezek a lányok, akik most már ugye le vannak igazolva, az milyen versenyformában, milyen versenyzési formában játsszák a mérkőzéseiket? Az országos gyermekkupa egy torna sorozat, 4-5 csapat van egy csoportban, és ők körmérkőzést játszanak, azután kiemelik a 2 legjobb csapatot, és minden csoportból, és ők egy külön rendszerben versenyeznek utána, a maradék 2-3 a csoportból pedig szintén összekerülnek a többi csoporttal, és akkor ők úgy döntik el a helyezéseket. Az elején, hogy néztük, talán alig voltak 6-7, most meg szinte alig férnek el a terembe. Igen, igen, hála Istennek, nagyon-nagyon jönnek a lányok, még fognak csatlakozni egyébként jövő héten, mert ők folytatják jövő héten is az edzéseket. Jönnek Tatabányáról, Nasszájról, Vértesszőlősről, innen Tatáról, meglátjuk, egyébként az almás fűzítőjekkel is már beszéltünk, úgyhogy egyre nagyobb az érdeklődés.
Ahhoz, hogy a szakmai munka is megfelelő legyen, kellett találni olyan kiváló szakembert maga mellé, aki játékos múltjával, óriási tapasztalatával, a röplabdázás iránti alázatával sikerre viheti a nevelő munkát. Először természetesen az alapok lerakása volt a feladat, megismertetni a gyerekekkel a játékelemeket, megtalálni a pályán való elhelyezkedésüket, a hálónál való munkát. A gyerekek áhítattal figyelik a mai napig Papazsinszkája Natália minden mozdulatát, szavát, aki egykoron a világ egyik legkiválóbb röplabdása volt. Nekem ez a célom, hogy egy kicsit más röplabdá legyen, ami én úgy gondolom, hogy igazi röplabdá legyen, és ehhez nagyon sok minden kéne tanulni, és nagyon kemény munka kéne végezni. És amennyire most egy picikén nagyobb lettek a lányok, akkor nyilvánvaló, hogy egy picit nagyobb teher lehet. Óriási fejlődés látok én, nem vagyok röplabdás szakember, de fantasztikus, amit tanultak ez alatt az idő alatt. Igen, a fejlődés én is látom, és ez nagyon-nagyon látványos, és ugye én mondtam a lányoknak, hogy most az augusztusban elkezdtük újra dolgozni, és ennyit mondtam neki, hogy a tavalyi év, mi szépen tanultuk alapdolgok, és most már elkezdjük a tanulni röplabdázni, és akkor nyilvánvaló, hogy mosolyogtak, mert nem tudtak összerakni, hogy az alapdolgok meg a röplabdá, ez egy nem ugyanaz, de viszont amennyire valamilyen szinten már tudjak egy picit alapdolgok, ami nagyon-nagyon fontos a röplabdá, anélkül nem megy, akkor most elkezdjük tanulni a röplabdát is. Rendkívül fegyelmezetek a lányok, és szinte megáll a levegő, amikor elkezdesz beszélni és mondasz valamit. Elégedett vagy a viselkedésükkel, hozzáállásukkal, magatartásukkal, edzésmunkájukkal? Igen, 100%-ot meg vagyok elégedve. Lányok nagyon-nagyon jó dolgoznak, nagyon fegyelmesek, és nagyon-nagyon próbálnak nagyon gyorsan felfogni, amit mondom, és mit kérek tőlünk. Nyilvánvaló, ezt kérek, amit tanultuk, többet nem, de szépen lassan haladjuk előre. Mennyi türelem kell hozzájuk, mert sokszor bemutatod együtt a lányol, hogy hogyan kell elrugaszkodni. Mennyit igényelnek ezek a gyerekek most már ebben a korban, közel egy év után? Hát ez nem kortól függ, ez attól függ, hogy ki mennyit tud a röplabdából. Megmondom őszintén, hogy a türelem, ez minden edzésnek kéne, és van is türelem, csodálkozom is magammal amúgy, de élvezem is, és élvezem az, hogy tudok magyarázni nekik, és tudok megmutatni nekik, hogy mit kell csinálni, és hogyan kell csinálni, és csak úgy tudnak tanulni. Összeérettem már egy csapat, aki a lendő bajnokság, a gyerekbajnokság elindul, és már eredmények várhatók tőlük. Megvan-e már benned ezekért? Igen, ebben az évben ki fogok tűzni egy cél lesz nekünk, ami el akarjuk érni. Nyilvánvaló, hogy még nem bajnoki cím, mert még korai erről beszélni, még van idő, még egy-két év. De viszont egy-két lépés előre fogok lépni, mint tavalyi bajnoksághez képest, ez biztos. Nagyon kevesen voltak a legelején, 4-5-en, most meg szinte alig férnek el a terembe. Mennyi örömöt ad ez neked? Rengeteg. Én nagyon boldog vagyok, és mindig jönnek a lányok, és nem csak a tatai lányok, meg jönnek a környékén, a vértes szélőtől, meg a tatabányától is jönnek. És rengeteg kicsi gyerek is vannak, akik kezdenek röplabdázni, és ez nagyon nagy boldogságot hoz nekem. A szakosztály fejlődését erejét mutatja, hogy ez a tábor alaposan összerakta a gyerekeket, akik napi 2 edzéssel, igazi alapozással készülnek fel a bajnoki szezonra. Adásunk további részében a kézilabdások és a labdarúgók felkészüléséről láthatnak egy összeállítást. A TAC felnőtt férfi kézilabda csapata az elmúlt bajnoki évben nem került dobogóra, a 4. helyen végzett. A nyári szünetben alapos változáson ment át a csapat kerete, tulajdonképpen majdnem a teljes kezdőcsapat távozott. A szakmai vezetés nem tétlenkedett, az alapozás időszakára kezdetére új játékosokat szerzett, igazolt le és vágott neki a munkának. Szent Ferenc jobb átlövőként Dabasról tért vissza, rutinjára, tapasztalatára nagy szüksége lesz a megfiatalodott gárdának. A tavaszi szezonban már pedzegettem itt a vezetőségnek, a régi csapattársaknak is, hogy vissza szeretnék jönni, mert ide húz a szívem. És hát május végén vége lett a bajnokság, akkor
leültünk az Ottóékkal tárgyalni, és meg tudtunk mindenbe egyezni. Ez a más közeg, ahova elkerült ugyanabban az osztályban, változtatott-e rajtad valamit, pozitív irányba legalább? Változtatott, azt gondolom, hogy sok új játékost ismertem meg, más mentalitású embereket is megismertem. Azt gondolom, hogy csak pozitívumot tudok erről mondani. Mi van olyankor, hogy egy új környezetbe kerülsz? Mi volt az első, hogy mit térképeztél föl, mit láttál, befogadnak, nem fogadnak, hogyan alakult a dolog? Hát elég sok új játékos került oda, mikor tavaly én is, ugye, 8 új játékos, és hát ott mindenki ugye bizonyítani akart, és ezáltal elég hangos és kemény edzések voltak. Sok jó ugye emberre megismerkedtem, és hát azt gondolom, hogy a középpontból tudtam ott is kerülni, mint itt Tatán is, és befogadtak és megszerettek. Kállai Martin Tatán nevelkedett a Kőkutiban, a Diák Olimpiákon sikerre halmozó csapat átlövője volt. Egy tatabányai kitérő után ismét a tataiak sikeréért harcol majd. Hát az első években ugye Tatabányán játszottam, körülbelül egy 5 évet, így. Hát még előtte játszottam Tatán, utána Tatabányán játszottam nagyon sokat, de eljutottam egy ilyen NB1B-s szintig, úgymond, és hát így az elmúlt évben egy korrekt ajánlattal kerestek meg engem minden, és hát elfogadtam, és nagyon szívesen jöttem vissza. Hol játszottál? Tehát a Bajna Budaörs csapatában, és hát milyen benyomásait voltak, mennyit tanultál a csapatban? Hát kellett azért egy fél év ahhoz, hogy ezt a tempót így megszokjam ennek az NB1-bés bajnokságnak a színvonalát, de úgy érzem, hogy lassan kezdek felnőni a szerepre, és igyekszem majd itt is legtöbbet hozzátenni a játékhoz. Ez is NB1B, az is NB1B volt, és volt olyan, amikor ellenünk is játszottál? Igen, volt olyan. Volt. Most milyen terveid vannak, hogy visszajöttél, hazai környezet, sok ismerős van, régi jó barátok, mennyire dob föl ez? Hát nagyon feldob, ez egyértelmű, de hát szeretném megmutatni, hogy mit tanultam az elmúlt években Tatabányán, és szeretném a legtöbbet hozzátenni a csapathoz. A Tatabánya Budaörs csapatával érkezett egy másik fiatal átlövő, aki szeretné bizonyítani, hogy érdemes volt őt átigazolni. Szimpatikusabb volt, mint a másik két klub. Tényleg nagyon jó közösségét ismertem, a játékosoknak a 90%-át, és nagyon jókat mondtak. És végül itt döntöttem Tata mellett. Mennyire ismerted magát, a csapatot, a játékot, az egész közeget? De a játékosokat ismertem leginkább, a játékukkal csak ebben az évben ismerkedtem meg, mert játszottunk ellenük is. Hát nagyon jó szintem, tényleg. Hol játszottál eddig, honnan jöttél? A Budaörs Tatabányában játszottam egy évet, utána megszűnt a csapat, és itt kötöttem ki. Milyen poszton számítanak rád, mit mondott a mester? Irányító és balátlövő pozícióban. Hogy NB1 volt az a csapat is, ez is NB1B. Most milyen pozitív változásokat vársz, gondolok? Én csak a pozitívra gondolok, a negatívokra nem. Így leginkább így az első 3 helyezésért fogok küzdeni én is, meg szerintem a csapat is. Hát minél jobb eredmény. Nem csupán a támadó pozícióba érkezett játékos, a védekezésben járatos Szalcinger János rövid pihenő után vállalta a nem könnyű feladatot. Tulajdonképpen nem is, hogy ismeretlen a tatai számára. Mesélj egy kicsit magadról, hol voltál, merre jártál és miért vagy most itt. Tarjáni vagyok. 4,5 éve, ha jól emlékszem, hagytam abba itt a kézilabdát a tacban. Akkor úgy éreztem, hogy egy kicsi pihenőre van szükségem, és most szóltak a srácok, hogy lenne lehetőség a visszatérésre, és azért elsősorban védekező játékosként térek vissza. Mi az, hogy egy fiatal játékosnak pihenőre van szüksége? Miért? Így hozta az élet. Nem tudom én se pontosan, hogy miért alakult így. Utólag azt gondolom, hogy rosszul döntöttem, tehát kár volt akkor idézőjelbe visszavonulni, ez egy kicsit erősen hangzik így, de most örülök nagyon, hogy újra itt vagyok, újra ebben a csapatban játszhatok. Mennyire vagy felkészülve a feladatra, mert ezért az NB1-ből egy kicsit más tészta? Hát igen, azon vagyok, hogy minél jobban felvegyem a tempót,
A vezetőséggel úgy egyeztünk meg, hogy ezt az alapozás szezont végigcsinálom, az edzőmeccseket is, és akkor utána leülünk, megbeszéljük a továbbiakat. A csapat edzőjének, a 196-szoros felnőtt válogatott beállósnak szinte új csapatot kell építeni, de a nemzetközi tapasztalattal felvértezett mesternek, Sibali Jakabnak ez nem okozhat majd gondot. Múlt héten csütörtök pénteken kezdtük a munkát, ami azt gondolom egy ilyen ráhangoló volt az első két edzés. Annak is szántom, hogy a fiúk tudják azt, hogy mire számíthatnak így az első egy-két hétben. És az érdemi munkát azt hétfőtől kezdtük, amikor azt mondom, hogy majdnem teljes létszámban. Egy-két hiányzónk van, akinek már korábban volt olyan programja, illetve később igazolt hozzánk, amelyet nem tudott elhalasztani, de ő is bekapcsolódik a legkésőbb a jövő hét közepén a munkába. Hát az ilyenkor szokásossal kezdjük, ami azt gondolom, hogy a kézilabdának, illetve más sportágaknak is a legkeményebb és legkevésbé élvezetes része. Tehát ez a felkészülés, ez kondicionális és futó munkát jelent elsősorban, de igyekszünk mi hamarabb labdát is fogni, mert egy úgynevezett vegyes felkészüléssel készülni, hiszen a csapat nagy része vagy jelentős része kicserélődött, és az új játékosoknak pedig időre van szükségük a beépülésre. Mekkora volt a játékos mozgás? Hát öt meghatározó játékosunk, illetve majdnem azt mondom, hogy hat a Hajdú Tomi sérülés miatt. Győrbe távoztak meghatározó játékosunk, illetve Németországba mentek el ketten. Nehéz volt a pótlásuk, elsősorban védekezésbe lettünk egy picinkét karcsúbbak, de ezt igyekszünk mozgékonysággal, illetve erőnléttel ellensúlyozni majd. Itt egy új feladat van akkor, gyakorlatilag egy új csapatot építeni. Igen, egy teljesen más jellegű, azt mondhatom, hogy egy összeszokott csapat volt tulajdonképpen, akinek a magja hosszú évek óta majdhogy nem együtt játszott, jól ismerte egymást. Ehhez képest igen, most egy nagyon-nagyon újat kell alkotnunk. A TASZ megyei első osztályban játszó labdarúgó csapata a második osztályból való feljutás után, a bajnoki cím után az igen dicséretes negyedik helyen végzett. A játékos állomány alaposan átalakult, ami a szakvezetés nem érte váratlanul. Az új bajnoki szezonra elsősorban a fiatalok beépítése a cél, akik tavaly megnyerték az U19-es bajnokságot Kele Zoltán irányításával, de a régi új játékosok hazatérésétől is sokat várnak. Sok időnk nem volt a pihenésre, hiszen június közepén befejeződött a bajnokság, és ezt követően egy hónap volt gyakorlatilag arra, hogy a srácok feltöltődjenek, illetve kellőképpen kipihenjék az előző szezonban összegyűjtött fáradalmakat, ami ezért egy kellemes fáradalom, hiszen negyedik helyezett lett a csapatunk, és azt gondolom, hogy ez újonc együttesként egy nagyon szép eredmény. Július 14-én kezdtük meg a felkészülésünket, akkor Szőgyénben voltunk egy meghívásos barátságos labdarúgó mérkőzésen, és onnantól kezdve pedig heti 4 alkalommal, 4 edzéssel, illetve több előkészülőti mérkőzéssel készülünk a következő bajnokságra. Mekkora volt a játékos mozgás, most csak egyelőre felnőttekről beszélünk? A felnőtt csapat házatáján két meghatározó játékosunk, Bognár Imre és Minácsi Dániel külföldre ment, Ausztriában folytatják a pályafutásukat, illetve hát többen abba hagyták, többen két olyan játékosunk is abba hagyta, aki eddig epizód szerepeket kapott a csapatnál, illetve a fiatal kapusunk Iris Martin iskolai elfoglaltsága miatt, valamint Évai Roland is iskolai elfoglaltság miatt nem tudja folytatni nálunk a pályafutását. Viszont érkeztek új tehetséges játékosok is, akik úgymond visszatértek az anyaegyesületbe, hiszen itt nevelkedtek, itt játszottak a megszűnésig, az labdarúgó szakosztály megszűnéséig, és Tatabányáról Boros Ákos érkezett hozzánk, Fehér László Budapestről, a Szent Istvánból, mindketten NB3-as U21-es csapatoknál játszottak, valamint Goldschmidt Tibor érkezett hozzánk Vértestolnáról, megye 3-ból, tehát ugye tudjuk, mint hárman itt fociztak annak idején a TAC-ban, és hát a tehetséges U19-es csapatunkból hoztunk föl néhány olyan játékost, akik már azt gondoljuk, hogy a felnőtt csapatban is maradóan tudnak alkotni a következő szezonban. Feltételek mennyire javultak, pályára gondolok, hol lesznek a meccsek? Hol játszanak a csapatok, és mikor kezdődik a bajnoki szezon? A
feltételeink azok annyiban javultak, hogy ugyan van már egy labdarúgó pályája a városnak, amit hamarosan birtokba vehetünk edzésekre. Egyelőre csak, hiszen ugye ott nincs megfelelő infrastruktúra azon a részen még, öltöző hiánya, illetve az út, parkoló és egyéb más olyan dolgok vannak még, amik hátráltatják azt, hogy ezt a pályát megközelíthető legyen, illetve használatra alkalmas legyen. Edzésekre valószínűleg fogjuk tudni használni a egyes csapatainknál, de a bajnoki mérkőzéseink továbbra is az őszi szezonban még biztosan az edzőtáborban lesznek, ott egy ideális körülményeket tudott teremteni nekünk az edzőtábor, és jó helyen tudtunk játszani, úgyhogy az őszi szezonban is az edzőtáborban az otthon mérkőzéseinknek, amik most már szombatonként lesznek, ugye, mert itt közkívánatra szurkolóink, illetve a játékosok is azt szerették volna, hogy egy pihenő nappal lehessen menni munkába, tehát egy szombati napra tesszük a bajnoki mérkőzéseinket, ami ugye most a hétvégén úgy kezdődik, hogy Magyar Kupa selejtezőt játszunk Tárkányba, most vasárnap, és a következő héten pedig már Bábolnál indul a bajnokság augusztus 15-én. Weber Roland a csapat edzője, Melovics Attila után vett át a csapat irányítását, először játékos edzőként, majd később már teljes jogkörű edzőként. A fiatal szakember számára igazi kihívás volt a felnőtt csapat irányítása, hiszen hetekkel korábban még együtt játszott, együtt küzdött a játékosaival a bajnoki pontokért. Július elején kezdtünk egy szőgyéni tornával, ugye ez egy szokásos, meghívásos torna. Szőgyéni csapat ellen játszottunk egy edzőmeccset, ott töltöttünk úgymond egy éjszakát, egy utcabála összevont kis bulizás ott a helyiekkel. A csapat létszáma igazából van úgymond négy távozónk, két meghatározó ember Bognárimi középpályáról, illetve Minácsi Dani a házi gólkirályunk, ő helyükre. Főképp fiatalokat próbáltunk beépíteni a csapatba, négy ifjistakorú játékost a tavalyi bajnok csapatunkból hoztunk fel a felnőtt, akik végig velünk készülnek, illetve három, mondjuk úgy, hogy visszatérő játékos került hozzánk. Az egyik a tatabányai U21-ből Boros Ákos, illetve Szent Istvánból Budapestről a Fehér Lackó, illetve Goldschmidt Tibor érkezett hozzánk még Vértestolnáról. Hol tart a felkészülés, tehát időben, tehát alapozás megyek közben a meccsek vannak, vagy már esetleg a formába hozási időszaka zajlik? Hát most már nagyon a célegyenesben vagyunk, hétvégén már kupa mérkőzést játszunk, szerdán túl vagyunk most már a szerdai nappal az utolsó edzőmérkőzésünkön, úgyhogy most már a célegyenesben csak a bajnokira koncentrálunk, illetve most a hétvégi kupa mérkőzésbe Tárkányra. Mit mutatnak a edzőmérkőzések itt a felkészülés alatt, hogy erősebb lesz-e egy csapat, vagy gyengült? A játékosokból indulva megerősödik a védelmünk. Sajnos edzőmérkőzéseken nem tudtam úgy felállítani a csapatot, ahogy szerettem volna. Nagyon sok sérülés, illetve a hétköznapi edzőmérkőzéseken a munkahelyi elfoglaltságok miatt mindig változtatni kellett, de már összeállt a fejembe az a játékos állomány, illetve felállási forma, amit a bajnokon is fogunk játszani. Megpróbáljuk ezt még az edzéseken gyakorolni. Az ifjista játékosok kellően felkészültek arra, hogy akár kezdőemberként is szerepet kapjanak. Mit látsz rajtuk? Ugyan egy bajnok csapatból igazoltunk a felnőtt csapatba, egy ifjúsági bajnokságba, ami azt mondom, hogy nem egy túl erős bajnokság, viszont egy nagyon érett játékosokat sikerült a csapathoz, Zoli keze alól kapnom, úgyhogy hát van velük azért munka beilleszteni őket a csapatba, de elég érettek, úgy érzem ahhoz, hogy akár kezdőként is részt vegyenek. Csatár posztony reményei szerint megoldják a gondokat Goldschmidt Tiborral, aki Vértestolnáról érkezett. Csákány Józsi már többször hívott, már évekkel ezelőtt is. Télen is nagyon győzködött, de akkor még úgy gondoltam, hogy még Tolnával megnyerik a bajnokságot, ez nem jött össze sajnos, és végül is idén leszek 28 éves, és úgy gondoltam, hogy még megpróbálom megye egyes szinten. Melyik poszton számít rád? Mit beszéltetek a Roland? Hát mindenképp csatárként szeretnék játszani, edzőmeccseken is ott szerepeltem. Szeretek gólokat rúgni, remélem, hogy itt is sikeres leszek. Mit tudhatnak az edzőmeccsek? Hogyan fog ez sikerülni? Megvannak-e már a társak? Megvannak-e azok a játékosok, akikkel az összjáték során labdát kaphatsz? Tehát van-e egy ilyen közös kontaktus már? Hát a játékosok nagy részét már ismertem, mikor idejöttem. Úgy gondolom, hogy elég jól megértjük egymást, nagyon fáradt a társaság. Az edzőmeccseken az nagyon látszott. Reméljük, hogy most a következő héten kicsit pihentetőbb edzések lesznek, és akkor a bajnokságra teljes erővel tudunk koncentrálni. A fiatal, a Tatáról induló Boros Ákos is visszajött, akire elsősorban védőposzton számítanak majd. Télen kerestek meg a Roland és a Csákány József, hogy jöjjek ide.
Még tényleg gondolkodtam rajta, mert úgy gondoltam, hogy Tatabányán egész jó körülmények között vagyok. És utána felhívtak most nyáron, és így döntöttem, hogy ide jövök. És ugye részben ez is döntött, hogy itt nevelkedtem. Tatabányán hol sikerült jó helyzetbe kerülnöd? Tehát melyik poszton, milyen poszton játszott, és mennyit játszottál? Ifiben egész végig belső időt játszottam, utána fölkerültem a felnőttbe, ott pedig a jobb szélsőt kellett megjátszanom. Mennyi tapasztalatot adott egy tatabányi kiruccanás? Nagyon sok tapasztalatot nyertem ott, ugye rutinosabb játékosok. Mi volt a feladatod, és mi volt az, amit jól csináltam, mi volt az, ami sikereid voltak? Hát ugye a párharcokban fejlődtem szerintem nagyon sokat, ugye akkor a fejjátékban abban is sokat fejlődtem, úgy gondolom. Itt mi a terved, milyen poszton szeretne játszani, és hát végül is milyen céljaid vannak most már újra itthon? Hát belső védőt játszok itt jelenleg, szeretnék az is maradni belső védő posztomon, és szerintem hosszabb távra tervezek itt a terve, nagyon jól érzem magamat. Előzetes jövőjéti adásunkból aikido, sárkányhajózók, karatésok, Hernádi László gyorsasági autós és Marosi Lászlóék átúszták az öreg tavat.